Sziasztok harcosok, sziasztok túlélők, sziasztok ninják, Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket a csatornámon. Ahogy tudjátok, az itt látható videók a narcisztikus, illetve toxikus kapcsolatokkal foglalkoznak, és azt próbálják boncolgatni, hogy ezek a kapcsolatok miért nem működnek mert ugye ilyen eredeti formában nem működnek. És akinek ez a téma tetszik, az iratkozzon fel, ha még nem tette meg, és váljon ő is ninjává itt köztünk. Akinek meg majd ez a videó tetszik, az adjon nekünk egy lájkot, like és aki szeretné anyagilag is támogatni ezt a csatornát, az nyomja meg a csatlakozás gombot. Nagyon szép hétvégénk volt, ugye? Mindenki remélem, hogy élvezte a hétvégét, és a Jerry kezd sokkal jobban lenni, úgyhogy nagyon köszönjük a jó kívánságokat, amelyeket küldtetek neki, és gondolom, amint majd tényleg felépül akkor fog is személyesen nektek válaszolni, de mindegyik jókívánságot látta, én is beszéltem neki róla a jókívánságaitokról, mindent, amit küldtetek, név szerint beolvastam mindegyiket neki, úgyhogy nagyon köszönjük. köszönjük. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan zajlódik le a leértékelő fázis, hogyan kezdődik, hogyan zajlódik le, mi jár a narcisztikus partner fejébe, amikor minket leértékel? Hát először is azt szeretném mondani, hogy ugye ezek a fázisok, ezek többféle ciklikussággal fordulnak elő ebben a kapcsolatban. Tehát úgy képzeljétek el, hogy van egy ilyen rugó, ami ugye így megy, tehát felállítunk egy ilyen rugót, és akkor van egy pici ciklus, utána megyünk egy másik ciklusra, utána megyünk egy másik ciklusra, tehát vannak ezek a leértékelő újra ö, mini porszívózó ciklusok, ugye, amelyek egy nagyobb ciklusnak a része, tehát megyünk lefelé így a rugón, mit tudom én, 68 10 tízszer amikor ezeket a mini ciklusokat megjárjuk, és akkor utána van egy nagy eldobás, és akkor majd megint kezdődik ugye a visszaállítása a kapcsolatnak, amikor újra ezeken a mini ciklusokon megyünk keresztül. Szóval Erika, te mondtad azt, és én is sokszor felhozom ezt a hasonlatot, hogy úgy érezzük, mintha egy mosógépbe lennénk rakva, nagyon állandóan minket centrifugáznak, és ez így is van, mert tényleg néha a fejünk meg a szívünk már úgy érzi, hogy agyon lettünk centrifugázva, és már nem látunk tisztán, úgy állandóan öblítenek minket, kimosnak, centrifugáznak, megszárítanak, újra kezdik az egészet, úgyhogy Erika, köszönjük a hasonlatot. Szóval beletartozik a miniciklusokba is, illetve a nagyciklusba is, ugye a leértékelő fázis, amely majd torkollik az eldobásba. Akkor nézzük meg, hogy hogyan működik ez, és mi zajlódik a narcisztikus partner fejébe. Kezdjük mindig az elején, ugye, ahogy mindig az elején szoktam kezdeni, most is kezdjük az elején, találkozol a narcisztikussal. De te még nem tudod, hogy ez az ember toxikus, még nem tudod azt, hogy ennek a kapcsolatnak ilyen tragikus kimenetele lesz, ugye, hogy téged teljesen maguk alá gyűrnek, hogy teljesen megfosztanak az önértékelésettől, hogy teljesen megsebeznek az önbizalmadban. Te ezt még nem tudod, mert ugye ezek a kapcsolatok nem így indulnak. Hát ha így indulnának, akkor ugye bele sem mennénk ezekbe a kapcsolatokba, hanem megjelennek ezek az emberek, mint kaméleonok, és köszönjük ezt a hasonlatot is, megjelennek, mint kaméleonok, ugye, a mi életünkben. Mi azt hiszük el, amit látunk, csak arra tudunk támaszkodni, amit ők mutatnak, és mivel tudatlan medvebocsok vagyunk, már az elején nem szúrjuk ki azt, hogy minket szerelem bombáznak. Pedig a szerelem bombázás ugye megtörténik. Na most ugye attól függően, hogy valaki rejtett narcisztikus, vagy grandiózus narcisztikus, vagy nyílt narcisztikus, ugye a szerelem bombázásnak különfajta különböző jelei lehetnek, a grandiózus ugye az, aki teljesen levesz a lábáról téged, aki agyon dicsér téged, a rejtett az is levesz a lábáról, meg agyon dicsér téged, de, de ő inkább úgy kivitelezi ezt, hogy először sajnálatot akar maga felé ébreszteni benned, hogy ezt a segítőkészséget, ezt az empátiát te minél előbb kezd felé érezni és felé gyakorolni. Na mindegy, szóval ez ilyen kis pici kitérő volt, de ott tartunk most, ugye a kapcsolat elején, hogy téged szerelem bombáznak, és mindenképpen érzed azt, hogy te mennyire értékelve vagy, hogy az összes tulajdonságod az egy szuper tulajdonság, hogy te egyszerűen szuper vagy ennek az embernek a szemében. Nem tudsz rosszat mondani, nem tudsz rosszat tenni. Te, te egy abszolút csodálatos lény vagy. Ugye, amit mondasz, az csúcs szuper. Amit teszel, az csúcs szuper. Az alakod, a kinézeted, ahogy öltözködsz, ahogy megnyilvánulsz, minden egyszerűen csúcs szuper. Ennek az embernek a szemében. Te vagy a legcukibb, a legaranyosabb, a legkedvesebb. Te vagy pontosan az, akire ő vágyott, és te vagy az, aki őt a legjobban tudott szeretni. És ez téged. Eltölt ezzel a fantasztikus érzéssel, hogy végre megtaláltam azt, aki nekem kell, végre jött egy ember az életembe, aki engem úgy lát, ahogy vagyok, aki, aki mellett én ki tudok bontakozni, aki mellett szárnyalni tudok, aki engem mindenben megerősít, aki engem próbál picit optimalizálni, mert bátorít azokban a dolgokban, amiket esetleg én picit elhanyagoltam az életemben, tehát például, hogy edzőterembe járok, vagy vitaminokat szedek, vagy jobban vigyázok magamra. Ez az ember most engem engem optimalizál, ez most maximalizálja az én érzéseimet. Én ez mellett az ember mellett szárnyalok. Így érzed, és ugye nagyon-nagyon happy kezdesz lenni nagyon. Boldog kezdesz lenni, újra visszatér, ugye te, magabiztosságot, mert állandóan, mint egy virágot téged locsolnak, állandóan táplálják benned ezt a magabiztosságot, ezt az önértékelést, ezt az önszeretetet. Ez velem is így volt. Ugye nagyon-nagyon sok pozitív visszaigazolást kaptam, nagyon sok pozitív feedbacket kaptam arra, azzal kapcsolatban, hogy én én aztán egy istennő vagyok, egy királynő vagyok, és ez egy nagyon jó érzés. Na most, megint hozzunk fel egy hasonlatot, tehát minthogyha ez a narcisztikus ember bemenne a te házadba, és velem ez történt, szóval van ez a hasonlat, ez nem igaziból légből kapott, hanem egy olyan hasonlat, ami velem igaziból meg is történt, és ezért is hozom fel ezt a hasonlatot, és iktatom be ide a videóba. Szóval bejön ez az ember a te házadba, és itt el van ájulva, hogy hú, milyen csodálatos ez a lakás, vagy milyen csodálatos ez a házad, hogy ez ilyen fantasztikus, hogy ilyen jó helyen van, olyan jó helyen van, hogy itt milyen-milyen izléses, -milyen hogy mennyire jó az elrendezés, hogy itt ez van, hogy ott az van, hogy ennyi minden van, ami gyönyörű, ami szuper, ami letisztult, ami egyszerűen fantasztikus, és hát drága Eszterkém, ez mind a te belső világodat, a belső harmóniádat, ugye tükrözi, és akkor ennek az embernek nagyon tetszik a te házad, nagyon tetszik a te lakásod, és végül is a hasonlat az, hogy te is rettentően tetszel ebben a szerelembombázás bombázás fázisában ennek az embernek. És akkor telik múlik az idő, és ugye látja ez az ember, hogy ez a partner, hogy te teljesen ki vagy virulva. Hát ez nem jó, ahogy már az előző videóban mondtam, mert azért nem lehet azt megengedni, hogy ez szerke annyira viruljon, hogy annyira boldog legyen, majd itt kezd nyüzsögni, meg majd kezdi magát érvényesíteni, majd meg még nehogy Isten elkezdi integrálni magát szervesen ebbe a kapcsolatba, és elkezd majd irányokat szabni valamilyen értelemben és picit kontrollba is lenni. Úgyhogy ezt nem lehet megengedni, úgyhogy néha el kell kezdeni őt kritizálni, csak azért, hogy meg fogjuk a lábát, és lehúzzuk a földre, hogy nem áll, hogy azt higgye, hogy ő ilyen rockstar, ugye, aminek képzeli magát. És akkor elkezd ez a narcisztikus mondani, például a te házadra, hogy hát figyelj, ez így nagyon klassz, de én úgy érzem, hogy hát ez a fotel, vagy ez a szófa, ez a rekamé, mintha egy picit olyan, Hmm, kicsit ilyen már nem modernnek tűnne, szerintem gondolkozzunk azon, hogy hogy lehetne ezt felfrissíteni. És akkor te azt mondod, hát figyelj, lehet, hogy tényleg igazad van, mivel ez nem olyan hatalmas sértés, tehát nem ajtóstúr ront ő a házba, hanem azt mondod, á, á, lehet, hogy téne, kéne most már egy új rekamét venni, vagy egy új fotelt venni, vagy fel kéne frissíteni talán pár ilyen színesebb párnákkal. Jó, van azt mondod, jó, hát akkor, akkor ezt elfogadom ezt a kritikát, köszönöm, ugye, hogy mondod nekem. És akkor jön egy másik, ugye, observáció a narcisztikus oldalára, hogy hm, tudod, Eszter, ez a kávéfőző, ez a, hát most már ez annyira nem divat, ez a kávéfőző, jobb lenne talán, hogyha kicsit újítanál, meg az jobban menne így a konyháthoz, meg ez így klasszabb lenne, meg és úgy érzem, hogy te itt igaziból elárulod a korodat ezzel a dologgal, hogyha egy ilyen dolog neked még tetszik. És akkor kezded mondani, hogy én nem, és ezt nem értem, hát egész eddig arról volt szó, hogy nekem milyen csodálatos ez a házam, és most bejössz, és itt elkezdett kritizálni a fotelemet, a rekamémat, a kávéfőzőmet, már igaziból nem is annyira jók ezek a dolgok. Ugye? Na és akkor jön egy harmadik, hogy na, ez a fürdőszoba tükör, vagy nem kéne ezt a fürdőszobát átalakítani, esetleg a csempéket leverni, újakat rakni. És akkor mondhatjátok azt ugye, hogy ó, oh, hát Eszter azért nem kell ennyire érzékenynek lenni. Igen, de ez állandóan jön. Tehát a végén már úgy látod, hogy egy ilyen zsúfolyázott koncentrátumban jönnek ezek a kritikák, ugye, mert téged le kell azért így rántani. Nem lehet az, hogy te annyira boldog legyél, és éreztetni kell veled azt, hogy ez a boldogság, amit te érzel, ugye a szerelembombázás alatt, vagy amikor különben boldog vagy ebben a kapcsolatban, az ettől az embertől függ. Tehát ő ezt úgy tudja éreztetni, hogy beleszúrkál, szurkál, akkor szomorú vagy, de ugyanakkor ugye fel tud repíteni a magasságba is, tehát a te hangulataid, a te érzéseid, hogy most a pincébe amortizálva érzed magad, vagy fönn a mennyekbe, szárnyalva, az igaziból tőle függ. Szóval jönnek ezek a leértékelések, állandó kritikák érik a házadat, és ez ugye egyre többször is előfordul, így ahogy megyünk ezeken a kis rugókon, rugók szintjén lejjebb. És akkor ugye már kezdi érezni ez a narcisztikus, hogy hát ez az esztenek annyira kezd nem tetszeni, hát nem biztos, hogy ennek jó lesz a vége, ugye, mert ő azért még nem akarja az Esztert ott hagyni, azért itt még az Eszter, az egy jó táplálék, azért, itt, azért nem akarunk így mindenki teljesen elhúzni ebből a kapcsolatból, főleg úgy, hogy még nem biztosította magának a következő landoló területet, a következő táplálékot, úgyhogy akkor mikor már látja, hogy én most már kezdem magam rosszul érezni, és most már tényleg kezdek mérges lenni, hogy mik ezek az állandó kritizálások, ugye, mi húzódik itt a háttérbe, milyen háttérmozgások vannak készülődőbe, azért, hogy te megengeded magadnak ezeket a kritikákat, drága narcisztikus, akkor ő fogja és visszafog ezekből a kritikákból, és, és újra téged ugye elkezd picit mini porszivózni, elkezd neked udvarolni, hogy visszaállítsa a régi rendet, hogy te egyáltalán ne fogjál szagot, ne fogjál gyanút. És akkor kezdődik egy újabb, ugye rugó szint előről, ugye egy újabb mini ciklus. De hát most már a narcisztikus ugye észrevette azt, hogy az ő szemében te nem vagy perfekt. Hát nem vagy perfekt, ugye, mert ember vagy. Vannak emberi tulajdonságaid, amelyek nem biztos, hogy neki bejönnek, hiszen ő annyira hitt abban az elején, hogy te valami Isten vagy, hogy te valami szuper hero vagy, hogy te valami szuperhős vagy, hogy te egy fantasztikus, már majdnem isteni lény vagy, egy mitológiai lény vagy, ugye, akivel ő most igazán megtalálta a boldogságot. Na, de mi nem vagyunk mitológiai lények, mi nem vagyunk földön kívüli lények, mi nem vagyunk földön túliak, mi nem vagyunk angyalok, mi földi halandók vagyunk, és nekünk vannak kevésbé perfekt aspektusai. Ugye egyszer például a hajad nem úgy áll, vagy nem úgy vagy kifestve, vagy kise vagy festve vagy pedig éppen hisztál két kilót, vagy pedig beteg vagy, ne adj Isten, vagy pedig máshogy áll a séród, vagy pedig ugye, mit tudom én, elkezd a hajat hullani, elkezd kopaszodni. Tök mindegy, tök emberi dolgok, amelyek elkezdenek ennek a narcisztikusnak nem tetszeni, megszűnik a tárgyállandóság, ugye, hogy te mi voltál a múltba, vagy hogy mennyire gyűjtöttétek az értékeket erre a közös bankszámlára, és elkezd téged nagyon kritikusan nézni, hogy ó, hát hogy, hogy, ma az Eszter nincs kifestve, és hogy, hogy az Eszter ma azt mondta, hogy nem fog ezt meg ezt megtenni nekem, vagy nem jön értem el kocsival, vagy nem ér rá velem vacsorázni, vagy hogy, hogy, hogy ma más programja van, hogy, hogy ma el kell menni váratlanul, be kell menni az irodába dolgoznia, hogy, hogy most programváltozás van, hogy-hogy most valami történt, ami különben normális kapcsolatban tök emberi, és, és semmiféle kizökkenés nem okoz, itt ez hatalmas probléma. Mert kezdesz te, te a tökéletességedből elveszteni. És akkor ugye jönnek ezek a kritikák, ugye hasonlatban beszélve a te foteledről, a te fürdőszobatükrödről, a kávéféz, kávéfőződről, a rekamédről, stb mert te elvesztetted a tökéletességedet. És a narcisztikus ezt úgy éli meg, hogy te becsaptad őt. Mert ő tökéletességre iratkozott fel. Ő egy tökéletes partnerre vette a jegyet. Nem arra, aki néha nem festi ki magát, nem arra, aki elkezd kopaszodni, nem arra, aki hízott két kilót, nem ezekre az emberi dolgokra iratkozott ő fel, hanem ő teljesen azt hitte, azért értékelt téged fel a kapcsolat elején, mert ő úgy hitte, hogy te igazán, igazán tökéletes vagy, de te bad, bad person, rossz ember, rossz eszter, becsaptad őt. Mert nem vagy te olyan tökéletes, mint aminek ő hitte ezt a dolgot. Nem adsz annyit olyan gyorsan, olyan mértékben például, mint amit ő hit. Nem úgy viselkedsz minden körülményben, amit ő hit. Úgyhogy you are bad, rossz vagy becsaptad őt, és ő ezt teljesen el is hiszi, hogy őt becsaptuk, megrövidítettük, hogy őt behúztuk a csőbe, hogy őt megvezettük. És ezért büntetés jár. És amikor már ugye végigmentünk ezeken a rugókon, ezeken a mini ciklusokon, és a narcisztikus tényleg nagyon becsapva érzi magát, a te ember, emberi mi voltod miatt, meg az miatt, hogy esetleg nem adsz olyan sebességgel, olyan ritmusba, olyan mértékben dolgokat, mint amire ő számított, akkor jön az igazi nagy kritika. Ezért fizetni kell. Mert ő rengeteget investált a szerelembombázásba. Ő rengeteget investált. Ő felhúzta ezt az állarcot, ő tudta tartani az állarcot, ő beléd investált, vagyis a kapcsolatba investált nagy valószínűséggel. Anyagilag is, időben, energiában, viselkedéssel, stb. És ezt te most meghazudtoltad, hiszen te nem vagy az, akinek ő eleinte téged látott, hit, és itt van az, hogy ő igaziból a szerelembombázás alatt téged felülértékelt. Hát ha most felülértékelt, irracionálisan, akkor most fizetsz ezért, és most jön az alulértékelés. És jön a teljes leértékelés, ami ugye elkerülhetetlenül torkollik az eldobásba. Vagy azért, mert te dobod el, mert azt mondod, hogy na jó, itt over, it finished, itt vége, vagy pedig azért, mert ő megy el. És hogy néz ki ez a teljes leértékelés, ez a fizettség most, most fizetés van. Most benyújtja a számlát, azért, mert téged eleinte felülértékelt, hát akkor most ki kell egyenlíteni egy alulértékeléssel. És elkezd téged most már apait, anyait beleadva kritizálni, még akkor is, ha nem mondja ezt ki, de így gondolkodik. Körülnéz a házadban, és azt mondja, mi ez a disznóól? Mi ez a viskó, ami te itt laksz? Hát hogy nézik mindenki? És ez a város, ezek az emberek. Hát én ezt. Te, <laughs> arkutyatok. Ez a város, ezek az emberek. És te, te aki ebbe az össze-vissza dülöngélő disznó old viskóban élsz. Hát én ezt az életbe többet nem akarom látni, hallani se róla, ez valami borzalom, én innen megyek, vissza se akarok nézni. <laughs> ez most az abszolút leértékelésed. Tehát egy felülértékelésből lett egy abszolút leértékelés, mert ez a payback, ez a visszafizetés, és a narcisztikus elmegy. Elmegy egy új táplálékhoz, vagy ha nem új táplálékhoz, akkor a saját bosszú hagyjáratára megy el, te pedig ott vagy, és egyszerűen nem érted, hogy most mi történt. Hát azt hitted, hogy mind ez, ház, te, stb. Hát ez non plus ultra volt, ez volt a legjobb, a legjobb, amit ők eddig tapasztaltak az életben. Most pedig kiderül, hogy ez a legrosszabb, amit ők tapasztaltak az életben. És a narcisztikus elindul egy más úton, egy darabig, egy más úton, átgondolatlanul, egy új partnerrel, élete szerelmével, elindul ezen a másik úton, vagy nem új partnerrel, hanem egy új projekttel, önigazolásokkal, támogatók keresésével, bosszú a befeketítéssel, amit akarsz, és egy olyan szituációban nagyon könnyen juthat, mivel ezek átgondolatlan döntések, ahol ismét elkezd valamit idealizálni, már a te befeketítéseddel, és borzasztó, átgondolatlan helyzetekbe juthatnak. És innen fogjuk felvenni a sztorit, hogy mi történik akkor vele, amikor már elment. Hogy milyen helyzetekbe jutnak, amikor már elmentek. És ezt tapasztalatból tudjuk. Nem annyira jó helyzetekbe jutnak, mert ezek az emberek nem is tudják eldönteni igaziból, hogy nekik mi a jó, valami álmot kergetnek állandóan, egy teljes álomvilágban élnek, amelyből még sikeres realitások nem bontakoztak ki. Itt fejezzük be a mai videót. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire tudtatok azonosulni az én hasonlatommal, és mennyire segített nektek ez a videó, és hogy ti hogy tapasztaltátok meg a leértékelést. Várom a kommenteket, nagyon szeretem, mikor aktívak vagytok a csatornán, ez a kollektív tudás, ez a mi csatornánk hatalmas kincse. Mindenkit puszilok, sziasztok!